Nőnem címmel előadás sorozatot szervezett a Pécsi Kulturális Központ. Első alkalommal a muszlim nők helyzetébe engedett bepillantást dr. Kéri Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense, aki évek óta foglalkozik az iszlám történetével és különösképpen a nők helyzetével. Az est folyamán vetítéssel egybekötött érdekes történetek hangzottak el az arab világ nőivel szemben még a középkorban létrehozott törvénykezésekről, leánynevelési szokásokról, a háremekről, a szépségápolásról. Az első előadás a Seherezádi nyomában, Nők a középkorban címet kapta. Az előadó úgy érzi, ma különösen fontos foglalkozni a témával, és megismerni ezen kultúra gyökereit. A Korán a törvények szempontjából ugye alapvető, hogyha az iszlám történetét vizsgáljuk. A Koránban a nőkkel kapcsolatosan kifejezetten pozitív gondolatok olvashatóak az ömmel, hiszen a Korán maga ugye az iszlámnak a kialakulása az a nők történetében javulást hozott Arábiában, annak idején a 7. században, tehát a nők örökölhettek a házasságról, a kislányok felneveléséről és ilyen dolgokról szól a Korán. A háremek világa pedig, ugye akár az 1001 éjszaka meséből ismerjük ezt a történeti részt, akár pedig valóban hiteles történeti forrásadatokból, nem volt más tulajdonképpen, mint a nőknek a lakótere. Ezt az európaiak máshogyan képzelték el, máshogyan élték meg, másként fantáziáltak róla legtöbb esetben, mint ahogyan volt. Tehát a három nagyon mesés, misztikus világ, de nem jelent igazából többet a legtöbb esetben, mint a nők és a gyerekek élettere. Legközelebb december közepén jelentkezik a Nőnem új témával.